Következő kísérlet lényege, hogy valóban szikrázik-e a hajszárító, mikor működés közben bedobjunk egy kád vízbe. Nyilván a kád víz. Tudja, hogy nem fog szikrázni, mert a filmekben általában hülyeségeket látni, de attól én még elkészítem ezt a videót. Na, először is, mert most már nem lehet hallani, amit mondok, mert zúg ez a vacak, de látni lehet. Szikrázásról szó sincs. Kicsit morog, fújja a vizet, melegíti, mert 2-es fokozatban fűt is egy füst alatt. Mondjuk ebbe a kárt vízbe azért nem nyúlok bele, de szikrázni nem szikrázik.